Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Újra itt az Élni jó, amelyben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Elsőként jöjjön Dunai Tamás, Jászai Mari díjas színész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. A Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése után 16 évig volt a Budapesti Madách Színház színésze. 92-től szabadúszó, 98-ban megválasztották az év musical színészének, három gyermek édesapja. Tamás, te egy biológilag kedves ember vagy, vagy van egy külön bejáratú életrecepted, ami arról szól, hogy miképp kell kiegyensúlyozottnak lenni? Szerintem recept nincs. Hogy biológiailag milyen vagyok, azt nem tudom. Nem tudom, de az valószínű, hogy az angol közmondás van mindig előttem, amit hát az egyik óvónő, akit majd még fogok idézni, az egyik páciensed, vagy riportalanyod idézett, hogy mosolyogva kell kezdeni a napot, tehát mosolyog. Hogy a smile is a curve that sets everything straight. Ami azt jelenti, hogy a mosoly egy olyan görbe, ami mindent egyenessé tesz. Akkor is, ha nincs jó kedve az ember? Persze. A kacag bajadzó. Hát most gondold el, hogyha semmi kedvem bemenni a színházba este, és mégis játszani kell, akkor most nyönyögve, nem, mit érdekel vele? De ez nem öncsalás? Visszahat. A mosoly, még ha hát erőtetett mosoly nincs, akkor nem jön, akkor tényleg nem jön, akkor sír az ember. De hát arra kell hangszerelni magát az embernek, ha tud. Megéri. És hogy tudod te? Mondjuk, amikor nem lépsz fel. Észreveszem a szépet, észreveszem a jót mindenben, ami csak lehet. Nem ulaszd el észrevenni a szépet, mert a szépség Isten új lenyomata, szokták mondani. Tehát, hogy ugyanannak az a félig üres, félig tele pohár miatt is, tényleg nekem az félig tele van. Nem félig már üres. Üres. Félig még tele van. Micsoda különbség. Tehát, hogy ha már itt vagyok, akkor mennyire jó, hogy itt vagyok. Hát 73 évesen mások már a nyugdíj hamut is mamunak mondanak. Én meg lám, itt vagyok, és a Kadarkai kíváncsi rám. Hát ez mennyire jó. Ennek örülni kell. Akármilyen hideg van, akármennyire vannak az embernek egészségügyi vagy egyéb bajai, ha már a biológiáról beszélünk. Tehát azok ugye kopnak, öregszenek, stb. Annak is örülni kell, hogy az agyam még működik, hogy még meg tudok jegyezni egy-két dolgot. Voltál te nagyon elkámpicsorodva? Ajaj. Mi miatt? Magánélet inkább, vagy szakmailag? Is. Magánéletben is voltam elkámpicsorodva, nagyon sokszor. Nagyon sok olyan téves diagnózist állítok föl magammal kapcsolatban néha, hogy hát erre én biztos nem vagyok alkalmas. Ez már túl van azon a határon, amitől én még mosolyogni tudnék. Szakmai kvalifikációt tekintem? Szakmainál is volt ilyen. Gyermekénél tök egyszerű, mikor 13 éves koromban elvesztettem édesanyámat, azért az egy kamasz fiúnál, az egy igen nagy törés volt. És ráadásul készültetek rá, tehát készültünk, rákos volt, és végig kellett nézni az ő búcsúját? Nem tudtam fölfogni. Azt hittem, és nagyon megsértettem őt, megbántottam őt egyszer. Ez az egyik nagy fájdalmam, hogy ezt miért így csináltam akkor. Buta voltam. Bottal járt már, és Pécsre kellett mennie sugárkezelésre. És akkor én ezt nem is fogtam föl könnyűről, hogy ez tulajdonképpen mit jelent, és mondtam, hogy anya, tedd el a botot, mert olyan nem jó, hogy én egy botos nővel megyek. És akkor majdnem elláttam, hogy a könnyeivel küszködik, és elmagyarázta, hogy most nem tud másként menni. És ezért akkor én még nem is kértem tőle nagyon bocsánatot, csak olyan kamaszosan ellegyintettem, de hát ma már tudom, hogy ez egy nagyon nagy pofon volt neki, hogy a kedvenc fia. Szó szerint és a legféltettebb gyermeke. Ötten voltunk testvérek. Te voltál az első fiú. Első fiú és egyetlen fiú. Úgy aztán, hogy később, amikor édesapám újra megnősült, mert öt gyerekkel nem lehet egyedül élni, ott kellett még egy pár, akkor lett egy öcsém is. De az nem vér szerinti, hanem a Borika néni hozta a házasságba apám mellé, és hát az aztán lubickolás volt megint. És amikor 13 évesen vagy 14 évesen elveszti az ember az édesanyját, akkor nem biztos, hogy úgy gondolja, hogy jó élni. Biztos, hogy nem úgy gondolja, hogy azt mondja, hogy nem jó élni.
Ez konkrétan így meg is fordult? Konkrétan megfordult bennem. Nagyon-nagyon sokáig nem volt kedvem szinte semmihez, pedig akkor kezdtem el, az előtt, mielőtt édesanyám meghalt, kezdtem el már mondjuk verseket mondani iskolai ünnepségen, ami nagyon nagy élmény volt. Hát remegett a lábom az izgalomtól, hogy ki kell állni 500 ember elé a iskolai, de azért az jó volt. Akkor kezdtem el zenélni, tehát egy csomó olyan örömet kezdtem el érezni, élvezni, ami majd Baranya megye egyetlen fiúkórusában voltunk, úgy, mint a Tamás templom, vannak, ugye van egy fiú kórusa, vagy egy angol templomnak vannak kórusai, abban énekelhettem. És nagyon-nagyon jól éreztem magam, és amikor édesanyám meghalt, hirtelen egyikhez se lett kedvem. Ez meddig tartott? Egy évig. Egy évig. Az ilyen zombi üzemmód? Tehát amikor az ember épp csak, hogy ellátja, amit kell, kötelességszerűen. Most véletlenül éppen fekete pulóver van rajtam, de akkor egy évig nem vettem föl mást, mert azt hittem, hogy az a gyászév, és az hozzá tartozik. Beszéltél erről valakinek? Később, amikor már gyóntató atyával alakult ki olyan viszonyom, hogy ezeket el tudtam mesélni. Biztos, hogy ha akkor elég tudatos vagyok, akkor elmehettem volna. Mert 13 évesen az ember nem megy pszichológushoz, akkor még dolgozza föl a dolgokat. De te a nagy fájdalomra a vallással válaszoltál? És az Isten hitre? Isten hit felé indultál el? Egy darabig, igen, előtte. De pont akkor, amikor édesanyám meghalt, elfordultam. Ráharagudtam. Az Istenre haragudtam. Azt mondta, hogy tehet ilyet? Hát hogy lehetett? Egy ennyire szeretendő és szerethető valakit. Hogy lehet elvenni? És ma már mi erre a magyarázatod? Ma már az arra a magyarázatom, hogy minden másképp alakul, ha nem veszi el. Ugyanis nagyon féltett, nem engedett fára mászni, nem tanultam meg úszni, hogy jaj, ha leesik, jaj, ha valami baja lesz, jaj, belefullad a Dunába. Mohácson ugye elég zaj, tehát veszélyes, az uszályok ott kötöttek ki. Ha egy uszály mellé túl közel úsztál, lehúzott maga alá, osztálytársaim haltak meg. Evezés közben is, meg mindent, tehát vigyázott rám nagyon. És nem engedett el magam elől. Te mivé váltál volna, ha az ő szoknyája mellett maradsz? Ha ő szoknyája mellett maradok, azt még nem tudom, hogy mivé váltam volna, de majdnem biztos, hogy most is Mohácson élek. Egész biztos, az egész nagy dunai család Mohácson élt. És az neked nagyon rossz lenne, hogyha nem kerülsz Budapestre, hanem ott Mohácson van kialakítva egy neked komfortos élet? Valószínűleg tartom, hogy ott is megtaláltam volna azt, amitől a mosoly kiegyenesíti az életemet. Valószínűleg ott is találtam volna magamnak alkalmat, hogy a bennem lévő elég sok energiát, teljesen sok lendülettel és energiával élem általában az életet mindig, mert nem érdemes másként. Hát ha nem fohászkodok neki, nem veselkedek neki maragamnak, akkor nincs értelme. Olyan ez, mint ma szakmailag szoktam gyerekeknek mondani, hogy mint a kecskelőkés a vásárba. Tehát van az, hogy ott oda mennek a fiúk, és akkor van egy ilyen fölfelé emelkedő sín, mint a sikló, és tisztára meg kell lökni, hogy milyen magasra megy most a kecske. Na most az erő, az tőlem függ. Hogy milyen magasra megy, az a kecskétől is, meg egyáltalán a helyzettől, hogy mire megy. Bárminek az ember neki fog, a lehető legnagyobbat hozza ki belőle, különben miért fog neki? Akkor nincs értelme, de ez lehet a, mit tudom én, egy zenemű kigyakorlásától kezdve egy gyerek simogatási, vagy egy gyerek kell való önfelett játékig. Ugyanakkor azt mondtad, hogy sokszor elbizonytalanodsz, így kezdtük az interjút, hogy képes vagyok rá. Ez a kis hitűség, ez honnan fakad? Édesanyám mondta még, amíg élt, és nem tudom, hogy ezt megfogadtam-e egyáltalán, vagy törődtem-e ezzel, de utólag rájöttem, hogy amit mondott, aznak volt gyakorlati haszna, de volt kára is. Azt mondta, hogy alkalmazkodj, kisfiam. Mindig alkalmazkodni kell a megfelelő körülmények között. A mai világban ez, én úgy fordítom le magamnak, hogy mintha föld rakéta lennél. Tehát, hogy előre akarsz menni, mert előre akarsz menni, de hogy a radar ne vegyen észre, vagy nem tudom mi. És az a kis hitűség onnan ered bennem, hogy az alkalmazkodásban
néha megfelelési kényszer is van, amit annyian mondanak és annyiszor mondanak, de hogy az vajon célra vezető-e? Nem tudom, hogy hogy hívják? Ja igen, például a megfelelési kényszer, is mindig az anyámnál, hogy mikor az általános iskolában láttam hazajöve az iskolából, hogy mennyire örül annak, ha én jó jegyeket hozok. Egy idő múlva ahhoz kezdtem hozzászokni, hogy anya, hoztam neked ötöst. Tehát, hogy mintha az én eredményem az ő eredménye lett volna. És amikor gimnáziumban ezt már nem tehettem meg, mert nem élt, akkor olyan... Akkor kinek hoztad? Akkor kezdtem el magamban gondolkodni, akkor kezdtem el egy idő múlva aztán a zenébe menekülni elég keményen. Lányokkal is elkezdtem foglalkozni már, tehát hogy elfelejteni azt, hogy az ember anyai szeretettől függ. És talán akkor volt először az irodalmi színpad Mohácson, és akkor kezdtem el mondjuk József Attilát, Radnótit nagyon-nagyon szeretni, és az később vált már fejjel bennem egy ilyen önigazolássá, mondhatok idézeteket, hogy a József Attila eszméletének a tizedik része, hogy kell az anya halálát mondjuk földolgozni, hogy az meglett ember, kinek szívében nincs se anyja, apja. Ki tudja, hogy az életet halálra ráadásul kapja, és mint talált tárgyat visszaadja bármikor, ezért őrzi meg, ki nem istene, és nem papja se magának, sem senkinek. Erre kellett kamasz fejjel rádöbbennem, hogy arra, hogy nem istene, nem papja, arra még nem döbbentem rá, hiszen az ember gyakran úgy papja valaminek, egy ügynek, egy mozgalomnak, egy bárminek, tehát a hirdetője kvázi, nem effektív klérus értelemben, hogy hirdet valamit, amiről nincs is biztos meggyőződve. Hogy istene, az, hogy engem istenítenek a rajongók a színészkoncert után, és autogramot kérnek. Tehát, hogy mondjam, ezeket a hegyeket, völgyeket le kell tudni egyengetni az embernek magában, és akkor ezt én még nem tudtam. Nagyon jó lett volna, ha akkor találkozom azzal az Anikó nevű óvónővel, aki itt volt egyszer nálad, és már akkor ő szerintem nagyon korán rájött, meg hát elég sok trauma után jött rá, hogy az életnek legalább három rétege van. Én akkor, amikor az édesem meghalt, az alsóban éltem. Tehát a down, a lent vagyok. Nem tudtam elképzelni, hogy abból ki is lehet jönni. Úgy gondoltad, hogy neked az az osztályrészet, hogy ez vár rád a következő? Igen, én most már ilyen vagyok, én most már hiába próbálok ötösöket hozni, hiába próbálok alkalmazkodni, hiába ez nem fog sikerülni. És aztán, amikor lassan-lassan kezdtem a sikerélményeket megtalálni, országos szavalóversenyt nyerni, zenekarban olyat teljesíteni, hogy ó, ha azt mondják, hogy igen, ez valami, akkor úgy önmagam előtt is kezdtem bebizonyítani, hogy azért van az a úgynevezett nem komfortzóna, mert az nem kényelmes. Semmiféle mozgás, izzadság, küzdés nélkül nincs eredmény. És erre a küzdelemre is akkor kezdtem el ráérezni, hogy ez mennyire jó, hogy az ember igen, de nem adom föl. Igen, de küzdök. Igen, de kilépek. Igen, de följebb akar. Valahogy nem tudtam ezt így megfogalmazni, de hogy a följebb akarok lenni, hogy miért ne élhetnék én kényelmesen. Ahhoz persze nem kell alkalmazkodni, amit anyám mondott, hanem igen, vegyék tudomásul, hogy én ezt így gondolom. És nagyon sokáig, hát az visszaeséseimnek egyik része az, vagy az oka, az még szakmailag is néha, hogy nem bízom magamban eléggé, mert túl jók a céljaim. Vagy túl magasra akarom lökni a kecskét. Azt a vásári kecskét. És akkor mondom, hogy akkor én akkorát nem tudok lökni. Nem baj, próbáljuk meg előeinte csak egyharmadáig, aztán feléig. És amikor már megerősödtem, akkor lökni akkorára, hogy repüljön ki a kecske a másik végén. Jól emlékszem, én egy korábbi interjúban, igen, amikor nem te voltál a beszélgetés tárgya, egy művésztársadról beszélgettünk, igen, akkor volt egy elejtett félmondatod, hogy fiúként vagy férfiként voltak gátlásaid sokáig. Én jól emlékszem erre a félmondatra, aztán nem beszéltük ezt ki, mert Paudics Béláról beszélgettünk. Igen, 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 igen. De hogy az úgy akkor megütötte a fülem, hogy te gátlásos és önbizalomhiányos fiú és férfi voltál. Így van, így van. Pont azért, mert túl sokáig mama kedvence voltam. Azzal az elkényeztetett, féltőóvó szeretettel, hogy még úszni se tanulj meg, fiam, mert elsüllyedsz a Dunába, fára mászni sem, mert hát, ha leesel. De ez hogy szerzi meg, hogy gyűjti
magára egy fiatalember, hogy férfiként is kell önbizalommal tudjon eljárni mondjuk nőkkel szemben? Mm-hmm. Hát sokáig nem hittem el. Ne, tréfásan szokták idézni a régi zenésztársaim, hogy hát első szerelmemet nem mertem haza kísérni például. Már mindenki látta, hogy én is szeretem, ő is szereti. Mm. És de andaloktatok nyakra főre a ház körül? Vagy nem mertem haza kísérni. Egyszerűen föl se ajánlottam neki, hogy menjünk együtt. Annyira láttam, hogy csillog a szeme, és másként csillog, hogy ó, hát azért itt elvileg lehetne valami, de hát én biztos nem. Hát én, hány évesek voltatok? Hát 15, 10. Ő egyel idősebb volt, mint én. Tehát tapasztaltabb volt már. És azt a slágert énekeltük a zenekarral, sok mindent, Beatles-t is, hogy kinek is kell egy tüskés, bozontos figura, te szeres legalább. És amikor ezt mondta a csaj, hogy már bocsánat, hogy így utólag úgy hívom, hogy te szeres legalább, akkor úgy nézett rám, hogy utána a próba után félrevontak a fiúk, a dobos meg a basszusgitáros, és azt mondta, Tamás, ha nem kíséred haza ezt a csajt, megverünk. Tessék, haza kísérni. És akkor erőt vettél magadra. És akkor erőt vettem, és haza kísértem. Több, láttam, hogy milyen szépen mosolyog. Egyszer csak vettem egy mély levegőt, és átöleltem a vállát, és hagyta. Hát ez 15 évesen nekem akkora élmény volt, hogy hát három nővér után azok láttam, hogy mennyit izégetik a pasikat, meg hogy nem, mondom, hogy hát hagyja. És annyira elköszöntünk, puszi semmi még akkor, csak ilyen hello, és én így mentem hazáig, mint ha még itt lenne. Ugyan, hát itt volt a kezembe. Szóval ez akkor is. Aztán megbokrosodott? Aztán meg egy kicsit azért elvadultunk későbbiekben, de hát eleinte, hogy ekkora nagy áhítattal és örömmel és naivsággal tudtam fogadni azt, ha az élet az én kis hitűségem ellenére is ad valami jót. És akkor ahogy egyre több jót kap az ember azzal, hogy egyre többet tesz érte. Mert tenni kell. Tenni kell. Tevés nélkül. Az, ha ölembe hull valami, annak ez egyrészt szerintem most már így fényfejjel tudom, nem, nincs értéke. Hogy nincs értéke? Hát én például nem biztos, hogy örülnék egy lottó főnyereménynek. Miért? Nem dolgoztam meg érte. Attól még nem. Rám mosolyog a jóisten, és miért ne élnék ezzel a lehetőséggel? Azért mondjuk tudnám mire költeni, tehát biztos, hogy nem kéne sokat gondolkozni rajta, hogy ez mondjuk van három gyerek, hat unoka, elosztjuk ennyi felé, és az a tied. A maradékot meg majd csak valahogy megoldjuk. De félnél, hogy összezavarja a fejed? És valamifajta más morális útra terelhetne? Azért félni nem félnék talán, de az biztos, hogy az, a könnyen kapott dolgok, azok számomra valahogy olyan nem értékesek, nem igazán jók. Nem is volt olyan, ami az öletbe hullott, és ki tudtad élvezni? Hát de végül is igen, olyan értelemben, hogy a véletlen Isten fedő neve, ha nem akarja magát megnevezni, szokta Anatole France mondta ezt, hogy azért egy csomó véletlen játszott az én életemben hatalmas szerepet. Hát az is, hogy édesanyám eltávozott, és szabadabbra, gyeplőre lettem engedve. Hát Borika nénitől, aki aztán pótanyánk lett, pótmamánk, kaptam életem első Apolliner kötetét. Őt sokkal felnőttebbnek kezelt, mint anyám addig. De hogy még egy ilyen tragikus dolognak is meg lehet látni később, nagyon csúnya meg. Szóval élve. Miért? Az értelmét. Az értelmét? Az értelmét. Az értelmét. Ugyanis, mikor már később, a Dr. Herz után, hát 20-30 évig nem jártam templomba, a Dr. Herz után találtam csak vissza. Amikor már, hát ott egy mintha pszichiáter lett volna, találkoztam egy atyával a Rózsák terén, aki, mint utóbb kiderült később, a Mensáros Laci bácsinak is gyóntatója volt. És ott valahogy elmondtam neki, hogy Isten miért tette ezt, nem csak ezt, mindenfélét, új igazságtalanságokat, társadalmat, világot, szakmai féltékenységet, mindent kiöntöttem. És valahogy olyasmiket tudott mondani nekem akkor, mintha egy jó pszichiáter. Miket például? Ami hát, úgy megmarad benned. Megint egy közmondással tudok válaszolni, hogy amikor az ember el akarja érni a buszt, akkor
először fohászkodjon Istenhez, utána rohanjon, ahogy csak bír. Tehát, ha te nem teszel meg mindent azért, hogy a lelked helyre billenjen, akkor ne várd az Istent. Ne ülj ott és malmozzál a kezeddel. Tehát ez a mozgás kétirányú. Állandóan arra kell törekedni, gondolom én, hogy tudok valamit adni. És ez lehető... Másnak vagy magamnak? Másnak. Mert fontosabb, mint a magamnak adás? Persze. Persze. Miért? Mindenképpen az öröm, vagy a jókedv, vagy a sikerélmény, vagy a biztonság adása, az nagyobb öröm, mint hogyha én önző módon magamnak akarok valamit megkaparintani. De hogy visszaadja azt a világ, vagy a másik ember? Visszaadja, a másik maga is visszaadja. Mindig? Mindig. Csak úgy, hogy nem is veszi észre. Egy év múlva visszaadja, vagy fél év múlva, vagy tesz egy olyan gesztust, amitől azt mondom, hogy igen, ez jó helyre esett, ez a mag. Te azt szoktad mondani, hogy te egy naív, gyermeteg és ártatlan lelkületű ember vagy, vagyis hiszékeny. Igen, tulajdonképpen igen. Igen? Igen. Ez ebből fakadhat, hogy így jársz el, tehát, hogy ilyen nagyon nagy jó hiszeműséggel közelítesz az emberek felé. Igen. Aztán persze kapom a pofonokat, mert miért ne kapnám? Mindenki, tudod, az első pofon a legnagyobb. Tehát azért persze, hogy első pofon mi volt, az ugye már betárgyaltunk róla. Tehát, de az ember először mindig higgyen abban, hogy a megoldás jó lehet. És akkor az esetek nagy százalékában valahogy jóvá is válik. De amikor az embert érik a csalódások, és én sem tartom magam egy rossz hiszemű embernek, de érik a csalódások, különösen mondjuk egy emberrel kapcsolatban már a nagy nyitottságra nem feltétlen a pozitív válasz volt a meghatározó vagy a gyakori, akkor az ember veszt a hitéből és a bizalmából. Veszt a hitéből, és el kell, hogy terelje másfelé. A gyereket nem lehet eltéríteni az ő hűnőhajtott gumikrokodiljától, ha nem tereled el a figyelmét, hogy viszont nézd meg azt a nem tudom micsodát, hogy az mennyire izgalmas és érdekes. Tehát amíg el nem terelem, addig az ember görcsösen ragaszkodik, ápolja ezeket a sérelmeket, felnöveszti. Hogy kell elengedni azokat, Tamás? Pláne, ha mélyre mentek. Na, meg kell bocsátani. El kell neki el kell tudni felejteni, és azt kell mondania, hogy ez neki nagyobb baj, mint nekem. Már hogy okozta neked? Igen. Volt ilyen a te életedben? Amint melengedtél, annak az uszájában úgy dagonyáztál, mármint a sérelem uszájával. Igen. És egyszerűen azt tudtad mondani magadnak, vagy adott esetben az illetőnek is, hogy én túl vagyok rajta, és köszi. Próba folyamat közben volt olyan, egyszer a Mary Poppins-ot próbáltuk, hát nem tudom, nevet illik-e mondani, de hogy ott kaptam egy olyan instrukciót, hogy aztán másnap gyomorvézéssel vittek a kórházba, annyira komolyan vettem, tehát annyira rosszul esett. A rendezőtől? Rendezőtől is, hogy, és az megint a kis hitűségemet táplált, hogy ez annyira rossz, mintha nem is lett volna diplomám, miért vagyok itt? Egyáltalán, hogy kerültem oda? Lehet tudni, hogy mi volt ez a mondat? Már nem emlékszem magára a mondatra, de valami elég durva mondat volt. Mindenki az... előtt. Igen. De az, hogy neked gyomorvérzésed lett másnap, az nem feltétlenül ettől a mondattól kellett, hogy bekövetkezzen. Mm-hmm. Nem ez volt, ami az egészet katalizálta? Hanem egy ilyen akkumulálódás volt, mm-hmm. hogy folytonos teljesítési kényszer volt, hogy hármas szereposztás volt, hogy bennem volt ez az ösztön, hogy én akarom a legjobban, vagy én akarom megfelelni azoknak a szándékoknak, és nem tudtam. És az ember folyton olyat akar, amit nem tud, abba bele lehet érezni. Utólag jöttem rá, hogy tulajdonképpen igaza volt. Nekem tényleg ezekkel a kishitű gondolatokkal küzdve nem fog menni. És utólag pont neki köszönhetek nagyon sok mindent, ennek a rendezőnek, hogy ezeken túl tudott lendíteni, és belül is megbocsátottam neki, és kívül is. Sőt, a színművészeti 8 évig tanítottam az osztályában, mint tanársegéd. És akkor is tudtam olyanokat mondani a gyerekeknek, ezekről a kecskés lendületekről, meg ugye egyáltalán. Azt mondtad egyszer, elég bátor vagyok ahhoz, hogy a következő percben felülbíráljam az előző lépésemet, elismerjem jól róla, hogy az rossz volt. Hát enélkül sem nagyon lehet tovább menni. Enélkül sem nagyon értelme az életnek. Hát ha minden csak úgy lenne jó, ahogy eddig volt,
Hát akkor nem fejlődünk, nem nőnénk, nem mennénk előre. Hogy veszi észre az ember, hogy rossz volt az előző lépése? Amikor nem ad egyértelmű választ az élet a későbbiek során. Hát szerintem azonnal beleütközik vagy egy falba, vagy kap egy pofont, vagy olyan a reakciója a partnernek, vagy olyan, tehát azt észre lehet venni. Ha az ember rosszat lép, azt általában észreveszi. Ha nem akarja észrevenni, mert bele van rögzülve, és azt mondta magá, azt hitetti el magával, hogy ez akkor is jó, mert én léptem, az csapda. De ahhoz erő kell beismerni. Ahhoz is, hogy magadnak beismerd. Igen. Sőt, ahhoz kell a legnagyobb erő. Nagyobb kell, mint a másiknak? Igen, mert az ember hajlamos önállításra. Hajlamos kényeztetni magát. Hajlamos azt mondani, hogy hát jó, hát ez most nem olyan, de hát én azért, majd én azért úgy megoldom. És nem. El kell tudni inni, hogy ez most nem jó lépés. Volt neked olyan, amikor az élet nagyon félreérthetetlen módon adta számodra egyértelművé, vagy tette nyilvánvalóvá, hogy ez egy nagyon rossz lépés volt? És volt erőt például mindezt beismerni magadnak és a másiknak? Hát volt ilyen lépés, de erről részletesen nem nagyon szeretnék beszélni, mert az személyiség romboló lenne, tehát egyszerűen nem. De az első, akinek ezeket a dolgokat el szoktam mondani, az a feleségem. A második a legjobb barátom, a harmadik a gyóntatóm, amikor már simogatásra van szükség, amikor már a göröngyök elsimítására van szükség. De ahhoz nagy erő kell, amikor az ember a legszűkebb körének vélelmezve, hogy ez mondjuk csalódás is okozhat. Igen, nekik, igen, igen. Hogy ezt elmondja. Erő kell, de nem lehet megúszni, ezt sem lehet megúszni. Tükröt tartani nem csak másoknak illik, hanem magunknak is. És csak ez önállítás nélkül elég nehéz. És az mivel jár, amikor az ember tükröt tart magának? És mondjuk nem biztos, hogy azt látja, amit gondolta, hogy látni fog. El kell gondolkodni, hogy mi vezetett ide, és el kell gondolkodni azon is, hogy mi vezet ki ebből a helyzetből. És ez a kettő, ha össze tud fonódni, akkor megyünk előre. Ugye azt mondtad Rónai Egonnak, és gondolom, hogy ez valami metafora lehetett, a macskák kapcsán említetted, igen, hogy kell hozzá észtyű, szívtyű, lábtyű és késztyű. Igen. De ez ugye az élethez is kell, nem? Hát az észtyű az azért kell, mert bármilyen naív és racionális és jó hiszemű az ember, azért ésszel él. Tehát nem megy neki a piros lámpának, meg nem ugrik bele a Dunába. Késztyű azért, hogy ügyesen mindent megpróbáljon manuálisan, amit lehet megoldani. Lábtyű, hogy megtegye az első lépést. Mert ha ülök otthon és azt mondom, hogy így kéne csinálni, de nem lépek semmit, akkor nem megyek előre. És legvégül, de nem utolsó sorban a szívtyű, az kell, hogy mindezt jó szívvel, örömmel csináljad, nagy lendülettel, bízva abban, hogy ez sikerülni fog, mert akkor van értelme az életnek, ha hiszek abban, hogy a következő lépést teljes szívvel meg tudom tenni. És azt érzi az ember? Igen. És az csodálatos. Az jó. Az jó. Akkor visszanézni is jó. Akkor azt mondani, hogy igen, csináltam valamit. Ez jó. Ez jó. És nagyon sok ilyen jónak kell ahhoz elkövetkezni, hogy az ember ezeket kimerje mondani. Már melyik részét? Hát az, hogy a sikeré, hogy ezeket jókat tettem. Én a sok kisítőség miatt egy darabig nem hittem magamban, hogy az egyáltalán jó volt. Most már kezdem néha úgy kitenni magam elé egy cédulát, csak úgy, hogy ezt jól tetted, vagy nem tudom micsoda, és akkor nézem egy-kétszer, és akkor hiszek benne, vagy mit tudom, amikor a pandémia volt, olvastam a Matula bácsit, a Tüskevárt, gyerekkori könyv, Némó kapitány, ilyeneket lettem le a polcról. És akkor azt mondtam, hogy a Tüskevárban Matula bácsi azt mondja, hogy hát minden percért kár, mondja a gyerek, aki oda jön hozzá, de hogy kár, azt mondja, ha el nem múlna, mi rossz, hogyan gyűhetne, ami jó? Hát el kell múlnia a rossznak. Enélkül, a hit nélkül nem érdemes reggel kimenni borotválkozni. És mindig elmúlik?
Hát előbb-utóbb, ha máshogy nem, a temetőbe. Majd akkor már majd alszom én a véget, én, akkor már hiába énekelünk. Szóval el kell múlni, túl kell lépni rajta. Még akkor is, hogyha nem sikerül eleinte. Végvári Tamás mondta, ment az utcán, itt talán itt a Bencúr utcában valahol. És azt mondta, hogy ugrok a szokott lendülettel, a pocsolyát át akarta ugrani, puff, bele a közepébe, az afenegye meg, elmúltam 60. Tehát a szokott lendület már nem mindig elég. Még nagyobb lendület kell. Élan vitál, mondja Bergson. Életlendület. Élete, meg bizalom. Meg bizalom, hogy ez sikerülni fog. Kifelől kell a bizalom? Magamnak, mondjuk Isten felé. Vukán Györggyel voltam Párizsban. Notre Dame-ban mentünk misére, ő is egy hívő ember volt már akkor, és ott osztogattak ilyen kis kártyákat. Hol szent képet, hol ezt a szalmaszt. És van egy, amit megjegyeztem, hogy bizalom, 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 mindig és mindennek ellenére, mert a végtelen jó Isten majd megsegít, meg terelget téged, meg minden, mindennek ellenére. Tehát ha bármi történik, okay, és akkor erre, hogy mi ennek a receptje? Azt mondja, ez a múlt jelen jövő. Azt mondja, hogy bízzátok a múltat az ő megbocsát, mizerikord kegyelmére, a jövőt bízzátok az ő gondoskodására, hogy majd az is majd megoldja, meg hát én is persze, és koncentráljatok teljes egészében a jelenre. Ezt a Notre Dame ajtajába osztogatták. Vukán Gyuri is eltette, én is eltettem, jókat röhögtünk. És kész, de hogy ennek mi az értelme? Arra csak évek múlva jöttem rá, hogy tényleg a jelen. Hát ez a jelen, amiben mi ketten most beszélgetünk, ez ki tud tágulni. Ez benne hordozza az ősember botját is, amivel az őseink ütötték egymást. Hát aki tudott annyira tágulni, hogy ez nagyon sokaknak okozott okosságot, bölcsességet, megnyugvást és reményt. Köszönöm. Én köszönöm. Dunai Tamás után következik Égető Endre története. Póker, online játékok, fogadás, sok-sok pénz bánta mindezt, Kis Ján a kapcsolata és a családja is. Hatalmas utat tett meg, ma már szabadon dönt a sorsáról, sem a pénz, sem a szenvedélyek nem irányítják. Most már ő segít másoknak, akik még az út elején járnak. Jól gondolom azt, hogy ön tulajdonképpen már a születésekor meghatározottnak érzi az ön sorsát, tehát hogy ott majdnem minden eldőlt? Amilyen családba pottyant, amilyen körülmények közé, amilyen élethelyzetbe? Hát bizonyos értelemben igen. Ugye amikor az édesanyám várandós volt velem, akkor mindkét szülőjét elvesztette gyakorlatilag nagyon rövid időn belül. Miért? Az édesanyjának volt egy súlyos pajzsmirigy betegsége, és annak következtében az édesapja pedig öngyilkos lett a következő napon. Igen. Feleség elvesztését követően. Igen, igen, azt mondta már akkor is a gyerekeinek, ugye három gyerekük volt, hogyha elmegy a feleség, akkor ő biztos, hogy nem maradt, tehát megy utána. Ez milyen nyomokat hagyott akkor az édesanyján? Hát az édesanyám ezt soha nem dolgozta fel, ennek a terhét, ennek a traumáját. Az én saját fiatal felnőtt koromban, meg felnőtt koromban, amikor már tudok foglalkozni ezekkel a témákkal, akkor látom a lenyomatát. Milyen értelemben? Hol lehetett ezt észrevenni? A legutolsó példa még ugye az életében, amikor volt egy nehéz beszélgetésünk egymással, és én azt mondtam neki, hogy... Tehát ő idealizálta a saját édesapját. Teljesen egy olyan vakfolt volt az ő számára. Mások, akik szintén ismerték, egészen más véleménnyel voltak, akár a testvérei is róla, és amikor azzal szembesítettem, hogy az édesapjának az emléke, ez két évvel ezelőtt, az fontosabb neki, mint az életben lévő fia, akkor gyakorlatilag a válasz annyi volt, hogy akkor most ne beszéljünk egymással. Ez hogy érti, hogy fontosabb volt az ő emléke, mint az ön élete? Tehát azt, hogy én nem merjem a számra venni, így fogalmazott anyám, az ő apját, ez egy visszatérő momentum volt. És annyira fontos volt számára az apja, meg az apjának az emléke, hogy hát ahogy mondtam, nem tudom ezt másképp megfogalmazni, hogy gyakorlatilag minden elé volt helyezve. Nem lehetett konfrontálni őt ezzel a témával.
Az édesapja nagy nehézségek árán maradt aztán az édesanyjával? Nem maradtak sokáig együtt. 3 éves voltam, amikor ráváltak. A szülei? Igen. Ez egy nyilván teljesen külön történet. Apám alkoholista volt. Több elvonón járt. Ezt nyilván anyám előadásaiból tudom, kapott antetil kezelést, ez ugye amikor ráiszik valaki a gyógyszerre, akkor gyakorlatilag bele lehet halni, és egyszer ráívott, apám fél évig volt józan, és majdnem belehalt tényleg, de nem, és akkor döntött úgy anyám, hogy akkor külön megy apámtól. Ön akkor volt 3 éves? Akkor voltam 3, igen. Édesapjával meg is szakadt a kapcsolata? Nagyon-nagyon rövid ideig tartott velem kapcsolatot, azt követően, hogy elváltak nekem. Nagyon kevés emlékem van ebből az időszakból. Nem is kereste önt soha? Ez megint egy ilyen érdekes, delikát kérdés, itt is csak anyám előadására tudok hagyatkozni. És ugye, ha egyik oldalt ismerem, az oké, de a másik oldal nélkül azért nehéz. De nemrégiben volt egy telefonbeszélgetésem az apámnak a nővérével, és ő igazából megerősítette azt, amit anyám mesélt apámról, hogy nem is keresett. Nem is találkoztak később? Találkoztunk néhány alkalommal. Hát amikor elváltak utána, szerintem ilyen 2-3 alkalommal voltam összesen nála, de az egyik alkalom is egy ilyen, nem tudom, ilyen szomszédokkal együtt bulizás, úgyhogy ott vagyok 3 évesen, és mindenki piál, tehát egy ilyen emlékem van, vagy 4 évesen. Egy másik alkalom, amikor a focipályán futottunk össze, de ez már 10 éves korom után. Véletlenül? Teljesen véletlenül. És hogy fogadta önt? Nem hoztuk egymást tudomására, hogy tudjuk, hogy ki a másik. Tehát 3 éves koromban találkoztunk, vagy 4 éves koromban találkoztunk utoljára, és ehhez képest mondjuk 10 vagy 12 évesen újra. És én is tudtam, hogy ő az apám, ő is tudta, hogy én vagyok. És ezt nem érzékeltette önnel? Nem, egyikünk se a másikkal. Fociztunk egyet, egymás ellen, ő volt az egyik kapuban, én meg nem tudom, lőttem neki a labdákat. De ugyanúgy fogadta ezt a gólt, mintha egy pistike lőtte volna. Természetesen. Hát azért az fájhatott önnek. Nem volt egyszerű. Hazamentem, és akkor mondtam anyámnak, hogy ez történt, hogy apámmal fociztam, és akkor ő meg magából kikelve beültetett az autóba, visszamentünk a focipályához, és elkapta apámat, és számon kérte, hogy mit képzel, hogy ő egyáltalán kapcsolatban mer velem lépni. Az ön édesanyja aztán, miután elvált az édesapjától, párra lelt, ugye? Igen. És voltak éppen ők nevelték önt. Mondhatjuk, hogy ők neveltek, de a valóság az, hogy anyám nevelt. A pótapja teljesen kivonta magát a neveléséből? A pótapám nem volt alkalmas gyerekekkel való interakcióra, vagy gyereknevelésre. Miért? Egyszerűen nem volt meg ez a képessége. De a szándék hiányzott, vagy a képesség? Szerintem mind a kettő hiányzott. A képesség is hiányzónak tűnt, a szándék meg eredhetett abból, hogy neki nem lehetett gyereke. Tehát biológiailag nem tudott gyereket nemzeni, és lehetett ez egy olyan hatás az ő életében, ami miatt... Tehát ő nem szerette a gyerekeket, ellenem meg egy, vagy velem szemben egy még különösebb ellenérzése volt. Ez hol tudta nyakon csípni, hogy ennyire nem szereti önt? Igazából minden megmozdulásában, minden működésében. Bántotta ön? Fizikailag nem. De verbálisan? Verbálisan, persze. Miket meg mondott? Non-verbálisan is, tehát nem tudom, feküdt a kanapén a nappaliban, és akkor én megjelentem, hogy valamit részt vegyek a társasági életben, hogyha netán vendégek voltak, ez nem volt gyakori egyébként, és akkor a hüvelykujjával jelezte, hogy akkor arra van a szobám iránya, és akkor talán tűnjek el. És kiment ilyenkor? Hát nem volt más választás, igen. Édesanyám része, ez egy nagyon, nagyon érdekes volt ez a viszony vele, mert hogy nagyon szorosnak tűnt kívülről is, meg amikor benne voltam gyerekként belülről is, de hogy ez egy ilyen leuraló kapcsolat volt az ő részéről. Tehát ő egy ilyen nagyon-nagyon túl kontrolláló személyiség volt, és mindig az uralma alatt akart tartani. Önt, vagy mindenkit? Nagyjából mindenkit, de hogy azért én voltam a kis kedvenc, hogyha lehet így mondani ebben a témában. Testvére nem is volt? Nincs, egyke vagyok. Tehát ez abból állt, hogy önnek úgy kellett viselkedni, gondolkodni, ahogy ő azt jónak tartotta? Természetesen. Hát nem ismert ellent mondani? Nem igazán. Megpróbálta? Nem, nagyon sokáig nem. Hogy ért véget ez a házasság? Mármint a pótapja és az édesanyja közt. A házasság az úgy ért véget, hogy ez a nevelő apám megcsalta anyámat egy nagyjából velem egy idős lányjal. Ön hány éves volt akkor? 18-19. Összeomlott az édesanyja? Teljesen, a brutál ilyen depresszió
depressziós hangulat. Innen kezdődött az, hogy elkezdett gyógyszereket szedni. Az még inkább kihatott az ő kedély állapotára. Hát ebben biztos vagyok, igen. Hát a legtöbbször az volt, hogy nem tudom, hogy milyen mennyiséget szedett, hanem ilyen soha nem ellenőriztem, de a legtöbb eset az úgy zajlott, hogy bevette, és akkor utána kidőlt mondjuk fél egy napra, és akkor alvás. És akkor én pedig menekültem otthonra gyakorlatilag. És hova menekült? Mint minden rendes függő ember a kocsmába. Volt két srác, akikkel így haverkodtam, és eljártunk biliárdozni, meg csocsózni, meg inni a kocsmába, és aztán idő után a játékgépezés is beindult. Az ivás az milyen méreteket öltött? Nem volt jelentős. Nem volt jelentős. Akkor nem egyáltalán. Arra rájött így utólag, hogy miért a játékgépek voltak vonzóbbak, mint az alkohol? Mert azért az alkohol ugyanúgy el tudta volna csábítani. Tehát fogyasztottunk minden alkalommal alkoholt, tehát ezt nem mondhatom, hogy az ne lett volna csábító, de hogy nem az vitt el egy olyan irányba, amivel utána fel kellett állni. Nem tudom megmondani, hogy miért. Apám alkoholista volt, egész nyugodtan lehettem volna én is, vagy lehetett volna belőlem is alkoholista. Tehát ugye apámmal 3 éves koromig volt szoros kapcsolat, hogy együtt éltünk, de onnan meg nincsenek ilyen emlékeim, hogy apámat például részegen láttam volna. És arra utalok, hogy nem alakult ki bennem az, hogy azért ne igyak, mert hogy láttam a részeg apámat, szóval abszolút nem. A játékgép az tetszett az első pillanatban, amikor a srácok bedobták a pénzt, veszítettek, és amikor én bedobtam, akkor én rögtön nyertem. És azt gondoltam, hogy hát ez csodálatos, én ehhez is mennyire jól értek, ebből kéne élni. Ön ilyen nagyon jó képességű gyerek volt, jó képességű gyerek voltam nagyon. Kimagaslott a mezőnyből. Azt tanulmányaival, eszességével. Nagyon jó képességeket kaptam, igen. Önhitnek is lehet mondani? Mármint abban az időszakban? Csak mert hogy azt mondja, hogy ehhez is értek. Nagyon sokáig lehetett mondani, igen. Tehát az a típus, aki azt gondolja, hogy a fenekéből süt a nap. Abszolút. Igen? Abszolút. Ma már nem, de hogy nagyon sokáig ez volt, igen. Tehát én elviselhetetlen hólyag volt? Sokan gondolják ezt. Igen? Mai napig? Hát az, hogy a mai napig, hogy ők még ugyanígy gondolják, ezt nem tudom. Akik ma ismernek a mai életemben, azok csodálkoznék, hogyha ilyesmit gondolnának. Milyen gyorsan jutott el oda, hogy ez már nap után egyre nagyobb szükségletévé vált, hogy játszhasson? Gyakorlatilag azonnal. Tehát ahogy megízleltem, hogy ez milyen, onnantól kezdve ez határozta meg a gondolataimat. Az volt a lényeg, hogy szerezzek pénzt, és sokat tudjak menni játszani. Utána nem kellettek már a srácok se hozzá. Bement egymagába és dobálta mentem bele? Mentem be egymagam és dobáltam be. Megvoltak a városban, ahol éltem, a kocsmák, ahol azok a játékgépek voltak, amelyeken szerettem játszani, és akkor azokat rendszeresen felkerestem. De ez ilyen félkarú rabló? Nem értek, hát így kell kicsi. Tehát ott kijönne a három cseresznye? Ez hát az nagyjából a... ilyesmi, igen. De abban mi a jó? Nem a valóságot kell élni leginkább. Tehát ez egy menekülés, ez egyértelmű. Abszolút. Milyen nagy volt az anyagi kár ilyen 20 éves korára? Nem volt jelentős. Tehát ez ilyen százezerben mérhető. Az össz? Az akkori, igen. Igen, igen, igen. Százezrek, mondjuk. Aztán volt, hogy egyszer belenyúlt édesanyja. Ó, igen. Tulajdonképpen miben? A spórolt pénzébe? Hát félre volt téve egy jelentősebb összeg a háznak a vakolási munkálataira. Akkor épített egy új házat, amiben éltünk, és akkor a nemes vakolatra megvolt a pénz, meg hogy elvégezzék a könyvesek a munkát. És akkor nekem megmondta, hogy hol tartja a széfnek a kulcsát, hogyha netán valami baj történne, akkor hozzáférjek a pénzhez. És hát úgy éreztem, hogy baj történt, úgyhogy kinyitottam a széfet, kivettem belőle találomra pénzt, az utóbb kiderült 80.000 forint volt. Hányat írunk? 2003. Azért sok pénz volt akkor. Akkor igen, azt hiszem. Igen. Az egy fizetés volt akkor. Nagyjából. Igen. Azt mondja, hogy úgy érezte, hogy baj történt. Mi volt akkor a baj? Hát tartoztam ezeknek a srácoknak már némi pénzzel, meg nem volt pénzem játszani. Tehát már odáig jutott, hogy kölcsön kellett kérni, hogy játszasson. Abszolút, mindennapos volt persze. Menet közben az ember érzi azt, hogy egyre nagyobb spirálba kerül? Érzi, és azért megy újra, hogy visszanyerje, amit elvesztett. De ilyenkor hittel gondolja azt, hogy még nyerhet? Már nem a játékgépen, hanem az életben és ebből a szituációban. Nem voltak ilyen nagyívű gondolataim akkor, amikor be voltam szűkülve a szerencsejátékra. Annyi érdekelt, hogy tudtam, hogy milyen veszteségeim vannak,
tudtam, hogy vissza kellene adni a fiúknak a pénzt, tudtam, hogy ehhez milyen forrást tudok szerezni. Éltem a lehetőséggel, elloptam a pénzt, elmentem a kocsmába, az volt a tervem, hogy visszanyerek annyit, hogy kifizessem a srácokat, meg hogy legyen egy kis pénzem játszani, és utána visszateszem azt, amit elvettem. Természetesen nem sikerült, elvesztettem mindent. Amikor ön használta ezt a szót, hogy elloptam ezt a pénzt, ilyenkor a morális gátak teljesen eltűnnek? Vagy pironkodva viszi az ember a pénzt az anyja széféből? Akkor úgy tekintettem erre, hogy hát végül is anyámtól vettem el a pénzt, az nem is lopás. Ma már nagyon szégyelli? Ez egy eléggé szégyenteljes esemény, igen. Bocsánatot kértem emiatt, meg is térítettem a kárt anyámnak, de attól ez még nem múlik el, tehát az azért ez még megtörtént. Hogy derült ki, hogy belenyúlt? Úgy, hogy én magam mondtam el. Miért mondtál? Azért, mert féltem anyám új fickójától, aki egy, hát egy elég erős karakter volt, egy óriási ember, és a múltjában voltak olyan foltok, amik miatt tudtam, hogy nem lenne jó, hogyha esetleg anyám rágyanakodna, hogy ő vette el a pénzt. Ez mit jelent, hogy olyan foltok? Hát ő volt büntetve. Börtönbüntetés? Börtön, igen. Félt is tőle? Hát nagyon, igen. Ő bántalmazta valaha? Dehogyis. Nem. Dehogyis. Tehát úgy volt vele, hogy jobb, ha elmondom, hogy én voltam, ne legyen ebből konfliktus otthon. Édesanyja hogy reagált? Hát ez nehéz szavakba önteni, mert én nagyon, nagyon fura a helyzet, ugye itt már 19-20 éves vagyok, és hát ahogy anyám megtudta, gyakorlatilag a keze ügyébe kerülő mindenféle cuccokkal elkezdett ütni, verni. De mikkel? Hát nem tudom, volt egy asztali lámpám, egy ilyen fém asztali lámpám, és akkor azt gyakorlatilag eltörte rajtam. Eltörte? Hát igen, gyakorlatilag. Másnap reggel beültünk az autóba, és anyám elvitt a 21-4 kilométerre lévő szociális otthon bejáratához, ahol az apám addigra lakott, mert már gondnokság alá volt helyezve, cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt állt már akkor az alkoholizmusa miatt, és azt mondta, hogy akkor innentől kezdve lehet apáddal élni. Ezt ilyen elrettentő példának szánta, gondolom, pedagógiailag. Hát végülis pedagógus volt, úgyhogy szánhatta annak. Én nem úgy vettem abban a pillanatban. Tehát, hogy ugye ez nem volt egy jó érzés, nem tudom, reggel 7 órakor ott állni a szociális otthon előtt, és ő meg beült az autóba, és ott hagyott. Te ezt komolyan gondolhatta? Nem gondolom, hogy komolyan gondoltam, hanem teljesen irracionális, de valószínűleg teljesen eszköztelen volt, és akkor ez volt az egyetlen megoldása. Ön akkor már a Debreceni Jogi Egyetemre járt? Még nem. Még nem. Ezt követően bejutott oda. Igen. Megtérítette ezt a bizonyos kárt, de gondolom a szenvedélybetegsége az nagyobb léptékeket öltött, tehát ott is játszott. Az egyetem első 3 évében nem volt jellemző, hogy játszottam volna. Ott inkább ez az egyetemi piálás meg bulizás vitte el a fókuszt. És akkor negyed-ötöd éven, amikor így a póker egyre népszerűbb lett Magyarországon, ez 2006-7, akkor kezdtünk el a srácokkal online pókerezni, meg élőben is különböző versenyekre járni, és akkor ott újra indult az egész függőség. Akkor volt párja? Volt. Ő például észlelte ezeket a veszélyeket? Hát az, hogy ez egy ilyen függő működés lenne, azt nem, abszolút nem. Ez egy jó kapcsolat volt? Nem. Nem, az első pillanattól kezdve nem volt az, de hát így, ez is ugye a mai gondolkodásommal, meg a mai tudásommal egyértelmű, hogy egy ilyen kodependens kapcsolat volt, úgyhogy mind a ketten kodependensként működtünk ebben ugye, a mondjuk el azok kedvére, akik nem tudnák, a kodependens kapcsolat egy függőtől való függést jelent. Gyakorlatilag. Egy függő igen. Személynek lesz a függője egy másik. Így van. Tehát a hölgy is egy függő ember volt? Bizonyos tekintetben igen. Uh-huh. Nem ő lett aztán a feleség? Nem. Mert hogyha jól tudom, későbbi felesége is függő személyiség. Abszolút módon mondható, hogy függő személyiség, igen. Őnek is ez a kodependens vonal, ami nagyon meghatározó. Hát ő is jön egy diszfunkcionális családból, úgyhogy... A diszfunkcionális alatt azt érti, hogy egy rossz légkörű, szeretetlen. Nem szeretetlen, az ő esetében mondjuk talán ezt nem mondanám. Azt mondanám, hogy egy konfliktusokkal terhelt családból érkezik. És
És nem egy ilyen óriási meglepetés, hogy egy ilyen kodependens személyiség lett. És az, hogy velem összeházasodott, az se egy meglepetés, mert azért ez elég egyértelműen bizonyított ma már, hogy egy aktív függőt, azt egy másik aktív függő tud elviselni, vagy pedig egy kodependens. Egy normális személyiség, egy egészséges személyiséggel rendelkező ember, az menekül az ilyen kapcsolatokból. Az ilyen hogy működik a gyakorlatban? Érzi belül egy függő ember, vagy egy diszfunkcionális családból jövő ember, hogy ez a kapcsolat terhelt, konfliktusos? Mégis mi tartja ott? Hát van egy bizonyos birtoklási vágy, uh-huh. meg van egy... Majd én akkor is megmutatom, hogy ez működni fog. Attitűd. Tehát én megváltoztatom a másikat? Abszolút, persze. Majd én kihúzom a csávából. Hát igen. Vagy megmentem, vagy pedig használom arra, hogy üldözzem, és folyamatosan legyen valami, amivel el tudom foglalni magam, hiszen addig sem magammal kell törődnöm. Tehát ez a fő mozgatórugó. Menekülés önmagam elől. Abszolút, meg a valóság elől. Meg a valóság elől. De ez egy szerelmetes kapcsolat volt? Vagy tulajdonképpen két sérült lélek kezdetben még próbálta összeforrasztani a két szívet, hogy ilyen dagályosan fejezzen ki magam? Igen. Volt egy erőteljes érzelmi töltet az elején, tehát ezt nem lehet mondani, hogy ne lett volna, de biztos vagyok benne, hogy ez meghatározóbb volt, hogy volt két sérült ember, uh-huh. akik megtalálták egymást. Amikor megszületett a gyerekük, ugye kislány volt az első. Igen. Ön már akkor nagyon nagyba játszott? Amikor a lányom megszületett, akkor még nem volt olyan vészes a helyzet, akkor is játszottam folyamatosan, de akkor még nem tartottam ott, hogy mondjuk megtakarításokat játszottam volna el, vagy egyebek. Később megtakarításokat is eljátsz. Megtakarításokat, nagyértékű ingóságokat, autót, egy lakást végül is, hogyha így. Felesége mindenről menet közben semmit nem tudott. Egyszer mondtam neki, hogy játszom, amikor nyertem egy nagyobb összeget, és akkor feltártam, hogy előtte mennyit veszítettem, és ahhoz képest most milyen jó, mert háromszor annyit nyertem. Tehát háromszorosát nyerte vissza annak, amit korábban elvesztett? Mint amennyit a korábbi néhány évben összesen elvesztettem, igen. Hát gondolom, ilyenkor a racionális döntés az lenne, hogy az ember leáll. Ez így van. De ön még nagyobb lendületet kapott. Természetesen. Amit gondolom úgy, ahogy van eljátszott rövid távon. Pont nem, ez egy ilyen érdekes történet. Ezt az összeget nem játszottam, mert vettem belőle egy autót, hanem utána eljátszottam egy másik összegből ennél jóval többet. Azt elmeri mondani, hogy mennyi mondjuk az összkár? Hát jelen értéken nagyjából egy ilyen budapesti háromszobás lakásnak az ára. Azt eljátszotta. Igen. Azt úgy kell elképzelni, hogy reggel föl kell, mert az az első gondolata, hogy mehessek, és online, hát ha kijön a Royal Flush? Kis túlzás. Nem ennyire specifikusan, de igen. Tehát mindent a játék határoz meg. Mindent? Szinte mindent, igen. Mi volt mondjuk a legszélsőségesebb megnyilvánulása mindennek? Tehát amikor még ön is azt mondta magának, hogy a 700-at neki, ez már tényleg mindennek az alja. Hát mondok két történetet. Az egyik, amikor ügyvédként ott voltam egy felügyelőbizottsági ülésen, egy nagy cégnek a felügyelőbizottsági ülésén, és nem tudom, egy ilyen nagy tárgyalóasztal körül ültünk 20-valahányan, és én a telefonomat az asztal alatt az ölemben tartva egy online játékgépen játszottam gyakorlatilag végig. És végigmentem egy olyan hullámvasúton, hogy az első részben elveszítettem több millió forintot, és úgy álltunk fel a felügyelőbizottsági ülésről, hogy a végén visszanyertem. Észrevettek ilyenkor a kollégái bármit is? A közvetlen mellettem ülő kollégám szerintem észrevette, de soha nem említette. De ön úgy ült végig egy ilyen ülést, hogy a vérnyomása az egekben. Tehát ilyenkor az adrenalin, ami élteti. Igen. Tudott ön teljes értékű ügyvédi munkát végezni? Dehogy. Hány százalékát végezte mondjuk a képességének megfelelő 100%-nak? Hát ezen az ülésen nullát. De van egy másik történet, amikor ültem az irodámban, és akkor volt egy asztali számítógépem egy nagy monitorra, bevittem magamnak egy laptopot, meg nálam volt még egy okos telefon, és akkor egyszerre játszottam a három eszközön. Az egyiken meg volt nyitva mondjuk három pókerasztal, közben egy online slot, és a harmadik eszközön meg a sportfogadási eseményeket böngésztem. Ilyenkor egy függő mindig azt hiszi, hogy bármikor abba tudom hagyni, ugye? Vagy ön tudta belül, hogy itt hatalmas a baj?
Nem, hát ha tudtam volna, hogy hatalmas a baj, akkor segítséget kértem volna. Az biztos? Tehát ilyenkor az következik logikusan? Hát, ezt lehet, hogy már a mai gondolkodásommal mondom, mert hogy akkor kértem segítséget, amikor már tényleg nagyon nagy volt a baj. Mi volt a gödör alja? A gödör alja az volt, amikor kirúgtak ebből az ügyvédirodából. Emiatt? Nem volt ez így kifejezve, kimondva, de többek között emiatt is, meg hát az összes egyéb ehhez kapcsolódó, vagy ennek folyamányaként megnyilvánuló viselkedésem lehetett az ok. Az linkséggel járt, késésekkel, oda nem figyeléssel? Linkséggel és késéssel nem, hogy arra nagyon figyeltem mindig. Volt pár ilyen berögzült dolog azokban, amiket anyám tanított, tehát én soha nem kések el sehonnan, és a legrosszabb időkben se késtem sehonnan. Más kérdés, hogy közben nem végeztem el a munkámat esetleg, de biztos, hogy nem késtem. Azzal járt, hogy hát nyilván egy felfokozott ideg állapotban voltam, és ennek megfelelően viselkedtem más emberekkel, kollégákkal. Ingerült volt. Hát az a minimum, igen. Meg nagy arcú, ahogy mondta. Hát az, igen. Az még ez a korszak. Tehát itt teljesen ez a korszak, igen, alapban. Lekezelően. Abszolút. Átlépve másokon. Az mit jelent? Ha az én érdekem mindig a legfontosabb volt, és nem számított, hogy ez mit kell csinálni. Ez sok-sok áldozattal járt akkor? Akkoriban igen. Melyik fáj mondjuk önnek a legjobban a mai napig? Ezek is olyan témák, amelyeket már így jóvá tettem az érintetteknek, szóval ma már egyik sem fáj. Megbocsátottam saját magamnak is, meg ők is megbocsátottak nekem, de például volt egy kolléganőm, akit én úgy éreztem, hogy miattam rúgtak ki ebből az irodából, mert hogy úgy kommunikáltam róla a főnököknek, hogy tehát minden negatívumot összeszedtem irodán belül, és azt becsatornáztam hozzájuk. Ezt miért csinálta mai eszével? Azt hiszem, hogy én azt gondoltam, hogy nekem ott egy másik pozícióm van abban az irodában, hogy egy ilyen kitüntetett szerepem van, de dehogy volt, tehát egy voltam a sok ügyvédből. Erre rájött egyébként, bocsánat, hogy ez a nagy-nagy öntehetség, ennek mi az eredője? Hát egy ilyen elég komoly kisebb rendűségi érzésnek a kompenzációja gyakorlatilag. Aminek a gyerekkor áldozott. Véletően, igen. Tehát az eredője a gyerekkor, valószínűleg ennek a kisebb rendőrség érzése. Igen. Volt egy pont, amikor segítséget kért. Igen. Azt mi váltotta ki? Kirúgták a munkahelyéről, hazament, elmondott a feleségének mindent, hogy nagyon nagy a baj? Nem teljesen. Úgy történt, hogy meghalt az apósom, akivel egy ilyen tök jó kapcsolatom volt. Nagyon szerettem, nagyon felnéztem rá, egy nagyon művelt, okos ember volt, és nagyon jókat beszélgettem vele. Kicsit ilyen, nem tudom, ilyen apa figura volt számomra. Soha nem volt olyan férfi, mint az életemben, akivel tudtam volna jól kapcsolódni, vagy akihez tudtam volna jól kapcsolódni. És akkor ő meghalt, és utána egy hét múlva kirúgtak az irodából, és akkor az utolsó, hát nagyon nem volt pénz, és akkor gondoltam, hogy jó, akkor még egy eszköz van, amit pénzért lehet tenni, akkor elmegyek, eladom az autómat. És elmentem egy autókereskedésbe, ahol készpénzért vásárolnak autót, és az volt a gondolat, hogy akkor most biztonságban helyezem a pénzt. Besétáltam a bankba, befizettem a bankszámlámra, és egy napon belül elvesztettem az egészet. Hogyan? Hát online szerencsejátékot játszottam, én akkor már szinte kizárólag, tehát egy pillanatig sem volt biztonságban a pénz, de én akkor még meggyőztem magamat, hogy... Tehát azzal a szándékkal tette be, hogy biztonságban helyezi, ez tartott pár óráig, mert igen. A kísértés felülírta mindezt. Hát persze. Meg hát önmagamnak is hazudtam nyilvánvaló, tehát hogyha ezt józanul átgondolom, akkor nem teszem be a bankszámlára, hogyha online játszom. Azért több millió forintot eljátszani egy lottózóba, az nem annyira könnyű. Egyszerre játszottál több millió forintot? Persze, igen. Elmondta. Lehet, hogy nem egy tét volt, de egy aktus. Feleségének mindezt elmondva, kihez fordultak segítségért? Egy nagyon jó nevű addiktológus pszichiáterhez. Illetve hát először anyámhoz. Aki segített? Hát ő neki volt a feltétele, hogy a pszichiátert megkeressem. Anyagi segítséget kértem tőle. Adott is? Adott ezzel a feltétele, hogyha elmegyek addiktológushoz. Ez egyéni foglalkozás volt? Egyéni. Igen. Hát nem tudom, néhány alkalommal jártam nála, és utána mondta, hogy én csoport foglalkozást javasolna, és hogy anonim közösséget keressek meg, akik szerencsejáték függőséggel foglalkoznak.
Az miért jobb, mint egy egyéni terápia? Hát azt mondta, hogy könnyebb lesz azonosulni ugyanolyan vagy hasonló történettel bíró emberekkel, mint amilyen nekem is van. Nekem ez most már lassan 7 éve tart, de hogy az egészen biztos, hogy ez a legszebb 7 év az életemben. Még akkor is, hogyha tele volt nagyon komoly feladatokkal, nagyon sok nehézséggel. Miben állt a szépsége? Hogy főként abban, hogy saját magamról megtudtam, hogy ki vagyok, mit akarok és merre tartok, és hogy amit én akarok és amerre szeretnék menni, az egy tök jó út, és nem kell, hogy mások határozzák meg az utamat. Az nem mit jelent, kell, hogy mások határozzák meg? Tehát nem másokhoz képes határozza meg saját magát? Ez az egyik része, a másik pedig, hogy ne hagyjam, hogy keretek közé szorítsanak mások, hanem hagyjam, hogy a saját utamat járjam. És tök jó, hogyha segítenek útközben, de hogy nekem kell felelősséget vállalni a saját életemért. Korábban ez nem volt jellemző. Mérsékelten. Menet közben a házasság, az, ugye azt szoktam mondani, vagy legalábbis azt tapasztalom, hogy egy ilyen nagy traumatikus élmény, amikor úgy összeomlóban vannak a dolgok, vagy szétválaszt két ember egy életre, vagy összekapaszkodnak. Az önök esetében az utóbbi volt megfigyelhető? Azért nem volt ez ennyire egyértelmű, hogy ez szétválik, vagy összekapaszkodik. Nagyon sok munkát tettünk abba, hogy egyben tartsuk. Az első időszakban a feleségem úgy állt ez a témához, hogy ez az én függőségem, nekem kell ezzel foglalkoznom, és akkor így próbált kívül maradni. De hogy ez is a mai tudásomnak az eredménye, hogy ugye, ha egy függő van egy családban, akkor az egész család a beteg. És hogy minden szereplőnek, vagy minden családtagnak megvan a saját kis szerepe abban, hogy ez így fenn van tartva. És egy ide után elkezdett ő is foglalkozni saját magával, keresett hozzátartozói csoportokat, jártunk párterápiára, családterápiára, mindenféle eszközt, amit lehetett, elérhető volt, azt igénybe vettünk, és akkor haladunk egy úton, és van, én azt látom, hogy az elmúlt 6 hónapunk, vagy lehet, hogy 9, az a legharmonikusabb az elmúlt 14 évvel, 14 éve vagyunk már együtt. Ennek köszönhetően, hogy mind a ketten elvégezték az ön munkát? Az a helyzet, hogy csak azzal, hogy én elvégzem a saját önismereti munkámat, nem fogunk előrébb jutni, mert hogy a kapcsolaton is dolgozni kell, és hogyha a másik félnek is elakadásai vannak, és azzal nem foglalkozik, akkor ez mérgezheti a kapcsolatot is. Ez nagyon érdekes, amit mond, mert az lenne az első és evidens gondolatom, hogy például a feleségének az is megfordulhatott volna a fejében, hogy úgy, ahogy van, ő ezt nem folytatja tovább. Hát kockára tette a férje az egész közös életüket. Mint ahogyan meg is fordult a fejében. Mi tartotta vissza végül is, hogy elváljanak? 2 gyerekünk van. Ez biztos, hogy egy nagyon, nagyon erős visszatartó pont. A másik, hogy látta, hogy foglalkozom magammal, elkezdtem foglalkozni magammal, és hogy annak azért vannak eredményei. És az is, hogy ő is elkezdett önmagával foglalkozni. De 2016 óta egyetlen egyszer se játszott. Most lesz 7 éve, ugye? Hogy így van. Az egyik napról a másikra véget ér? Tehát már nem akarom a piros cseresznyét látni a kijelzőn? De nagyon szerettem volna. Ma már ez nem jelent egy ilyen napi problémát, bár a közösség, ahova járok, azért az ezt csak a mai nap elvét vallja, tehát hogy mindig csak egy napra tartózkodjunk a szerencsejátéktól. Nekem ez... ma nem jelent ilyen óriási kényszert, hogy megóvjam magam a játéktól. De az elején azért nem volt ennyire egyértelmű. Sok kísértés volt, amikor hajszálon múlott? Nem volt olyan, amikor hajszálon múlott nekem. Ebből a szempontból egy ilyen áldott helyzetben vagyok. De láttam magam körül sok más sorstársat, akiknél nem, hogy hajszálon múlott, hanem visszaestek. És ugyanoda? Persze, vagy rosszabb helyre. Most jobban szeret élni? Hát most szeretek élni. Ez egy másik helyzet teljesen. Addig nem szeretett? Nem volt bennem egy ilyen életigenlés. Csináltam a dolgomat, voltak helyzetek, amelyekben egyébként jól tudtam magam érezni, de... Most mit szeret az életben? Mióta elvégezte ezt a munkát? Szeretem azt, hogy tudom, hogy ki vagyok. Most ügyvédként dolgozik?
ügyvédként dolgozom, igen. Tehát akkor egy külön praxist üzemelt? Abszolút, igen, igen, igen. De ezt megtehette volna 10 évvel ezelőtt is? Megtehettem volna, csak akkor minden bevételemet eljátszottam volna, és akkor a fenntartás az bizonyára nem működött volna. A segítő munka is nagyon fontos ennek, ugye? Igen, igen, egy néhány éve most már bejárok az egyik kórházba különböző csoportokat tartani szenvedélybetegeknek. Tehát elvégzett egy addiktológusi képzés? Jelenleg képződöm egyébként a Semmelweis Egyetemen. Miért fontos, hogy ön segíthessen? Azzal, hogy én segítek másoknak, azzal segítek magamnak is. Miért? Mert bármikor tartok egy ilyen csoportot, folyamatosan szembesítem saját magamat azzal. Hogy milyen volt egykor? Egyrészt, hogy milyen voltam, és hogy hová juthattam volna, hogyha folytatom. Ültem én olyan csoporton, ahol hajléktalanok ültek bent. És olyan csoporton is ültem, ahol olyan hajléktalan ült bent, aki nem ivott hónapok óta. Pedig az nem az a környezet, ahol ezt meg lehet tenni egy könnyen, ugye? Hajléktalanok egymás között azért ritkán beszélgetnek arról, hogy de jó, mert fél éve józan vagyok. És az a hajléktalan srác az ott ült, és ő mondta, hogy fél éve józan. És ez egy olyan brutális erőt ad egyébként az embernek, hogyha ő a saját helyzetében ezt képes megtenni, akkor úristen, hát én az én élethelyzetemben, hát nekem semmi gondom. Édesanyjával hogy alakult aztán a később viszonya? Hát ő nem alakult könnyen, kifejezetten terhes maradt a viszony, és ezért igénybe is vettem más típusú segítséget. Egy pszichológust kerestem meg, és akkor konkrétan a anyával való kapcsolatom volt a téma. És ezt néhány hónapig ezen dolgoztunk. Sikerült együtt valamit rendezni ebből? Magamban igen. Tehát úgy tudtam elköszönni anyától, ugye később meghalt, hogy bennem már semmilyen neheztelés nem volt az irányába. És ma is úgy tudok rá gondolni, hogy igen, megvannak ezek az emlékek, terhesek is lehetnének ezek az emlékek, de úgy tekintek rájuk, hogy hát ez így volt, erre volt képes, ezt tudta adni. És nincs bennem harag. Tehát, hogy ő az optimumát adta. Nem tudott volna ennél jobb anyja lenni. A saját képességei akadályozták meg abban, hogy jobb anyám tudjon lenni. Fel is oldozta őt verbálisan? Gyakorlatilag, amikor utoljára találkoztunk, akkor ő a lélegeztetőgépen volt, nem volt tudatánál. És hívtak a kórházból, hogy akkor, hogyha akarok, akkor menjek, köszönjek el tőle. És akkor mondtam neki, hogy nem haragszom egyáltalán, és menjen, hogyha úgy érzi, hogy menni akar. Ő már nem tudott erre reagálni. Nem. De volt egy fontos mondata az utolsók köztönnek. Igen, igen, igen. Az egy korábbi látogatás alkalmával. Ugye covidos volt, és bekerült az intenzív osztályra. És ebben a kórházban így nagyon beöltözve be lehetett menni egy héten egyszer meglátogatni a betegeket, még az intenzíven is. És akkor mondta, hogy igazad volt, Endre. És hogy ez generálisan vagy globálisan gondolta úgy bármire, hogy igazam volt, vagy pedig csak arra gondolt, hogy igazad volt, Endre, be kellett volna oltatnom magam, és akkor nem jutottam volna ide. Azt nem tudjuk. De minden esetre ez egy olyan mondat volt, ami azért a fülembe cseng azóta is. Ő mire gyanakszik? Szeretném azt hinni, hogy ez egy ilyen generális. Hát, hogy általában véve volt önnek igaz a sok mindenben, erre érthette. Szeretném azt hinni, hogy igen. Ugye azt mondta az előinterjúnk során, hogy ön szerint a boldogság az tanulható. Abszolút. Hát az egy dolog, hogy tanulható, de egy döntés meg a kérdése. Tehát szerintem el tudjuk dönteni, hogy boldog akarunk lenni? Én azt hiszem, igen, ezt lehet tudatosan csinálni. Hogy kell? Hozok egy példát, ami így most eszembe jutott. Van egy sorstársam, egy szerencsejáték függő is, egy rendkívül olvasott, intelligens srác, borzasztó nehéz személyiség, de én nagyon szeretem, mert hogy tök jókat lehet vele beszélgetni. És amikor nehézségeim voltak a kapcsolatomban, a feleségemmel, akkor azt mondta nekem, hogy Endre, döntsd el azt, hogy akarod-e szeretni a feleségedet. És így néztem a Gergőre, hogy hát ezt nem is értem, hogy miről beszél ez a srác, és akkor gondolkoztam rajta egy kicsit, és oda jutottam, hogy ez nem egy butaság. Mert hogy van egy kialakított életünk, és akkor
tudunk valamilyen irányba haladni, és tényleg eldönthetem, hogy ebbe teszek-e megfelelő munkát. De akarattal lehet szeretni, szándékoltan? Azt tudom eldönteni, hogy teszek-e bele munkát, és akkor töltöm-e ki olyan tartalommal, ami könnyebbé teszi az együttműködésünket. És ezt most lehet szeretetnek hívni, vagy egy harmonikus kapcsolatnak hívni, de hogyha teszek érte, akkor meghúzom ezt a döntést, hogy teszek érte, akkor annak lesz eredménye. Azzal, hogy ugye nyilván a másiknak is bele kell tenni az energiákat. És úgy az élet egyéb területén is ön úgy gondolja, hogy döntések nyomán dőlhet az el, hogy az ember ilyesfajta állapotot képes előidézni? Teljesen a magaménak érzem ezt a gondolatot, igen. Nem hiszem, hogy létezik tökéletes élet, de hogy számomra az a fontos, hogy ami életem van, amilyen életem van, azt én szeretem. Ebben én jól érzem magam. Nem kell, hogy nekem legyen a legjobb életem a világon. Nem kell, hogy nekem legyen a legjobb autóm, a legjobb házam, a nem tudom micsoda. Mind, ami nagyon fontos volt korábban. Tehát az anyagiak döntöttek el mindent. Ma nem ez van. Van egy, szerintem egy teljesen normális életünk, és én abba szeretek lenni. Mi fontos akkor az életben, ha nem az anyagiak? Azt mondta, hogy korábban az volt. Hát nem tudom, a nyugalom. Amikor nincs ez az űzött hangulat. Nekem ez a játékos időszakom, ez erről szólt, egy folyamatos űzöttségről. És az nem jó, abban nem lehet normálisan működni. Hát meg megszerette saját magát valószínűleg, itt ez lehet a kulcs. Igen, azért ez nem volt könnyű. Tehát amikor elkezdtem ezt az önismereti munkát, és akkor volt egy ilyen feladat, hogy írjam össze az erényeimet, meg a jellemhibáimat, akkor az volt a tanács, hogy kezdjem az erényeimmel, mert hogyha a jellemhibáimmal kezdem, akkor biztos, hogy nem jutok el az erényekhez. És akkor összeírtam, nem tudom, 10 jó tulajdonságot, és utána egy 80 jellemhibát. És hát ezért ez egy eléggé komoly handicap innen indulni, és akkor ebből eljutni oda, hogy hát igazából egész jó srác vagy, Endre, úgyhogy szeretheted magad. Ma már hogy néz neki mindez? Most már 80 lenne a pozitív és 10 a negatív? Nem, ezek a jellemhibák igazából nem tűntek el, csak nem kapnak teret. Tehát én azért tudom magamról, hogy számos jellemhibám az elő-elő tud azért kacsingatni. És ezért van az, hogy azért viszonylag visszatérően monitorozom a saját működésemet. És hogyha látom, hogy valami folyamatosan előjön, akkor annak ugye keresem az okát, és foglalkozom vele. Úgyhogy ez nem egy ilyen, egyszer elvégeztem ezt a munkát, és akkor kész vagyok, minden rendben, hanem ez még sok-sok évtized. Hát ehhez kívánok akkor kitartást, meg hogy élvezze mindezt jó sokáig. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Azt gondolom, hogy nem árt az életben némi tudatosság, vagyis hogy ne hagyjuk, hogy csak úgy történjenek velünk a dolgok. Ha tisztában vagyunk vele, hogy mit s miért tettünk vagy teszünk, szerintem már is jobban tudjuk, hogy mit kellene tennünk. Már csak azért is, mert élni jó.